És akkor így zárásként arra gondoltam, hogy megmutatok egy-két lovat így kamerában, amit nekem sikerült az idei Briarfestről beszerezni, valamint elmondom, hogy mi a tapasztalatom az első virtuális Briarfest rendezvényről, amin valaha részt vettem. De először nézzük meg a lovakat. Itt van ugye a Celebration Horse, ő Berino Castle RM, aki egy valódi lónak ugye a portré modellje. Nagyon-nagyon szép ez a modell. Szeretem magát ezt a lóformát is. Nagyon dinamikus, nagyon szép, és egyébként elég nagy, nem, annyira nem látszik jól szerintem kamerában, de egy termetes modellről van szó. Főleg ugye a hosszú farkincája miatt, ugye elég sok helyet foglal. Ez a paci egy azaz egy darab lábon áll, és azért, hogy ne dőljön fel, ugye egy átlátszó talpat kapott maga alá, és egy ilyen nagyon dinamikus, ugye vágtázó mozdulatban örökítették őt meg. A valódi lóival megegyező színeket és fehér mintákat kapott, nagyon-nagyon szép ez a modell. Őszintén megmondom, nekem már több is volt, több színben is megvolt ez a modell korábban, de ez valahogy mindegyiknél jobban tetszik, valahogy ez a csokoládé barna szín nagyon-nagyon jól illik hozzá, talán a legjobban mindegyiknél. Az ő szeme egyébként két színnel festett, szóval sima fekete és fehér, semmi extra nincs benne, de mégis fantasztikusan szép, nagyon-nagyon tetszik. Szerintem Celebration modellek közül talán az egyik legjobb. Voltak a régebbiek között is olyanok, amik nagyon tetszettek, de ez nagyon, ez abszolút el lett találva, nagyon-nagyon szép. És ugye a legjobb benne, hogy viszonylag könnyű volt beszerezni, mert ugye a jegy mellé adták teljesen ingyen. Pont ezért, mivel sok van belőle, másodkézből is viszonylag olcsó, ilyen 20-30 dollárért be lehet szerezni. Következő pacing, ez a hidegvérű lovacska. Ah, őt nagyon-nagyon szeretem. Nagyon kíváncsi voltam erre a modellre, ő a tavalyi Premier Klubban volt először látható, és ugye itt Briarfesten adták ki elsőnek úgy, hogy egy kicsit nagyobb példányszámban, kicsit több ember számára könnyebben, illetve olcsóbban elérhető volt ez a modell, nyilván más színben. Az ő neve Oak, és ahogy látszik neki, a festése nagyon-nagyon különleges. Amit látunk, ez a fehér, ez nem festék. Ez a műanyagnak a fehér színe, és akkor erre fújták rá itt a barnát, meg a feketét, itt-ottam-ott. Még az ilyen modellektől én egy kicsit félek hosszú távon megtartani, mert az ilyeneken nagyon-nagyon meglátszik, hogyha megsárgul valamilyen okból kifolyólag, mert ugye maga a műanyag része az sajnos idővel sárgulni fog, nyilván nem két hónap alatt, nyilván nem egy év alatt, hanem majd 10-20 év alatt biztosan, és ezen sajnos az nagyon fog látszani, pont azért, mert sok rajta a festetlen műanyag felület. No, de lássuk, hogy néz ki ez a paci. Nagyon-nagyon szép, erős, nagy patái vannak, hosszú, egyenesen lelógó farkincája, rövid kis sörénye, ami egyébként mindkét oldalon látszik, és nagyon-nagyon kedves kis bájos feje van neki, olyan igazi, nyugodt kis tekintete van. Ennek a modellnek az érdekessége, hogy szerintem így szemből annyira nem néz ki jól, de bármelyik oldalra fordítom, onnantól kezdve viszont fantasztikusan aranyos. Szóval nekem abszolút tetszik. A fejecskéje meg a tömzsi teste neki szuper cuki. Tényleg nagyon aranyos. És ugye, ezt nem is mutattam Bellinónál, hogy a hasukra ezeknek a lovaknak rá van nyomva, hogy Briarfest 2020. A mindegyik ló, amelyik erre a rendezvényre lett kiadva, ezzel a pecséttel van ellátva a hasa alján. Itt van egy következő kedvenc, ő pedig nem más, mint Thorn, aki ugye az egyetlen olyan modell volt, amiből vagy fényes, vagy matt verziót lehetett szerezni, és nem lehetett kiválasztani, hogy melyiket szeretnéd, azt kaptad, amelyiket adták. Én a matt verziót kaptam, aminek egyébként örülök, mert én jellemzően matt párti vagyok. Matt modellekkel sokkal jobban lehet fotót készíteni, mint fényesekkel, de a fényes is nagyon-nagyon szép volt ebből a modellből, mert valahogy a lakréteg miatt fantasztikusan jól kiemelkednek ezek a mély tónusok a színek a festésén, úgyhogy én abszolút megértem azt, aki inkább a fényes felé hajlik ezeknél a modelleknél. Ő egy vintage modell, szóval ő egy régebbi
fajta modell, ami főleg a fején látszik nagyon, ugye ezek a, ahogy meg van formálva az eredeti modell, ez itt a fején nagyon-nagyon látszik, viszont egy nagyon szép minőségi modern festést kapott, és talán emiatt is tetszik annyira nagyon. Egyébként egy magas modell, szóval egy azt mondanám, hogy egy átlag traditional Breyer lónál egy kicsit magasabb, szóval nagyobbak közé tartozik. Ahogy látjuk, ugye neki a feje festése nagyon-nagyon érdekes, próbáltak ugye a realisztikus minták felé húzni itt az orra és a szeme körüli festés során. Kamerában annyira nem látszik, ő neki egy ilyen nagyon narancsos, bronzos színe van, és egy kicsit metálosan csillog is. Igen, szerintem abszolút nem látszik belőle semmi a kamerában, pedig élőben gyönyörű szép. Ez mindkét oldalon látszik, és ahogy Oak esetében, az ő esetében is, ott a fehér részek festetlenek, úgyhogy ez maga a fehér műanyag, amit itt látunk. Ez a ló nem portréló, szóval őt úgymond kútfőből alkották meg erre a rendezvényre, és ugye itt a hasán látható neki is a Breyer Fest 2020 felirat. És az utolsó lovacskánk, akit meg szerettem volna mutatni, nem más, mint a meglepetés ló egyik darabja. Ugye, aki látta az előző részeket, az tudja, hogy a meglepetés ló azért meglepetés ló, mert nem tudjuk, hogy mi az. Nem tudjuk se a modellt, se a színeket. Ez az egész rendezvény során nem derül ki jellemzően, nem beszél róla senki, nem látunk róla képeket sem, csak akkor, amikor a legelső vásárló kinyitja a saját meglepetés lovát, és akkor már fény derülhet arra, hogy mi a modell, illetve mik a lehetséges színvariációk. Most a modellünk ez a Kanca lett itt, Giselle-nek hívják magát a modellt, és ez a négyféle variáció került belőle kiadásra, és mindegyikből volt egy matt és egy fényes verzió is. Őszinte leszek, nekem egy kicsit csalódás volt ez a modell, hogy ezt választották ennek a meglepetés lónak, mégpedig azért, mert ez egy viszonylag kicsi modell, ahhoz képest drágább volt, mint az összes többi, és azért az viszonylag egyszerű, szóval igazából olyan nagyon különleges dolgok nincsenek rajta, de nagyon sokan örültek neki, ez egy nagyon népszerű modell, úgyhogy igazából szerintem sikere volt neki. Ez csak az én személyes véleményem. Például mellé teszem ezt a másik pacit, bár róla pont azt mondtam, hogy egy kicsit magasabb, mint az átlag traditional modellek, azért igen, csak látszik, hogy a meglepetés ló mennyivel kisebb nála. Na de hogy valami jót is mondjak róla, mert egyébként nem tartottam volna meg, hogyha nem tetszik. Igenis, nagyon tetszik. Ez a palomino szín rajta fantasztikusan szép. Az előző pacikkal ellentétben az ő szeme, bár abszolút nem látszik a kamerában, de három színnel van festve, neki szép sötétbarna színű szemei vannak, és ugye fehér sörénye, fehér farkincája, és ugye a lábain is vannak, illetve a hasán is vannak fehér jegyek. Na most, ami ebben a modellben érdekes, és ez valamennyire kompenzálja az árkülönbséget, az, hogy rajta a fehér színek, azok nem a műanyag színei, hanem ez bizony egy fehér alapfestést kapott ez a modell, és arra festették rá ugye ezt a palomino színt, úgyhogy minden, amit látunk rajta fehér, az igenis fehér festék, úgyhogy ez soha, de soha nem fog megsárgulni, ami egy szuper jó dolog, mert egyébként nagyon szép. Ha megnézzük, a szélei is ezeknek a foltoknak nagyon-nagyon szépek, tiszták, élesek, úgyhogy látszik, hogy azért ez egy kicsit komolyabb megmunkálást kapott, mint mondjuk a többi special run. Az ő hasára is természetesen fel van írva, hogy Breyer Fest 2020, ugyanúgy, ahogy a többi variáció, színvariációnak is. Na hát ők lettek volna az én Breyer Fest lovacskáim, akiket sikerült beszereznem így a 3 nap folyamán. Most vélemény a Breyer Festről. Az a helyzet, hogy nekem nagyon-nagyon szuper jó élmény volt. Borzasztóan örültem neki, hogy volt egy ilyen online lehetőség rá, hogy részt lehessen venni ezen a rendezvényen, mert egyébként én nem tudok képtelenség számomra kijutni Kentuckyba 3 napra azért, hogy élőben részt vehessek ezen a rendezvényen. Viszont így, hogy online a gépem elől gyakorlatilag ezt meg tudtam tenni, ez nekem egy fantasztikus lehetőség volt, és nagyon örülök, hogy bár a vírushelyzet miatt kényszerültek ezt a döntést meghozni, mégis nekem nagyon jól sült el, és remélem, hogy ennek mintájára azért a későbbiekben is lesz lehetőség külföldiek számára, vagy olyanok számára, akik nem tudnak utazni Amerikán belül, erre a rendezvényre online mégis valahogy
jelentkezni. Na most az egész az nagyjából annyi volt, hogy 3 napig seggeltem a gép előtt, mert 60 órányi felvett videóanyag volt elérhető a weboldalon, és az akárhogy számolom 3 napba abszolút nem fér bele. Főleg, ha az ember néha aludni, meg néha mondjuk sétálni is akar. És akkor közben még voltak a live videók, amik ugye élőbe mentek, azok nincsenek beleszámolva a 60 órába, úgyhogy ez még azokon felül volt. Úgyhogy fantasztikus mennyiségű anyagot sikerült nekik összeszedni és közzétenni erre a 3 napra. Egyébként jóval hosszabb ideig még elérhető volt a weboldal azok számára, akik bármilyen jegy tulajdonosai voltak, úgyhogy aki nem tudott mindent megnézni a 3 nap során, az is, annak még volt azt hiszem 2 hete rá, hogy bepótolja, amit szeretett volna. A kellemetlenség a dologban az volt, hogy ugye voltak technikai problémák. Na most azt tudni kell, hogy a Breyer körülbelül 14 hónapig, szóval több mint 1 évig készül egy-egy Breyerfest megszervezésére, és ez egy nagyon hosszú idő ahhoz, hogy körülbelül azt hiszem 2 hónap alatt szervezték át az egész rendezvényt egy online felületre, úgyhogy ez egy ilyen nagyon utolsó pillanatban összerakott dolog volt, ugye a vírus helyzetre való tekintettem, és ebből adódóan ugye a gyorsaság miatt bizony előfordultak problémás dolgok, technikai problémák, amiket ott helyben javítani kellett rögtön, mert különben ugye az emberek panaszkodtak, hogy ez miért nem működik, ez miért nem jó, ez miért nem így van, miért nem úgy van. Mert ugye az emberek jellemzően panaszkodni nagyon jól tudnak. Szóval szerintem le a kalappal a Breyer előtt, mert ennyi készülődést belesűríteni 2 hónapba szerintem nagyon sokan megőszültek a 2 hónap alatt, akik dolgoztak ezen a projekten, de sikerült, és szerintem egy nagyon jó 3 napos programcsomagot kaptunk tőlük, lehetőségekhez képest persze, és örülök, nagyon örülök neki, hogy ez így, ilyen formában levezényelhető volt számukra. A közzétett videók tényleg nagyon érdekesek voltak. Én nem mondom, hogy végignéztem mind a 60 órát, mert biztos, hogy nem néztem végig mind a 60 órát, de nagyon sokat megnéztem belőlük, a live videókat is próbáltam mindegyiket élőben követni, amennyire csak tudtam, ugye az időeltolódás miatt. Tényleg nagyon érdekes dolgok hangzottak el. Kell hozzá masszívan angol tudás, mert felirat semmihez nem készül nyilván. Úgyhogy aki nem tud angolul, annak ez egy kis akadályt jelenthet. De ha érted, hogy mit mondanak, ha érted a nyelvet, akkor viszont nagyon érdekes információkat tudhatsz meg, akár a hobbiról, vagy ugye az igazi lovakról, vagy a Kentucky Horse Parkról, vagy úgy az egész közösségről, illetve a Breyerről. Úgyhogy érdekes, tényleg érdekes és tanulságos volt. Azt sajnálom, hogy nem tudtam több videóanyagot megmutatni nektek, mert tényleg nagyon sokat felvettem azok közül, amiket bemutattak, de copyright problémák miatt ugye ezeket nem tudom én a saját videómként megosztani a saját csatornámon. Úgyhogy ezt egy kicsit sajnálom, de nem lehet vele sajnos mit kezdeni. Örülök annak is, hogy egyáltalán annyit meg tudtam osztani, amennyit így ebben a 3-4 epizódban sikerült. Szóval összességében én azt mondanám, hogy ez egy nagyon-nagyon jó 3 nap volt. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas időtöltés, és ha lesz rá lehetőség, akkor biztos, hogy jövőre sem hagyom ki így virtuális formában a gépem mellől. Hát remélem tetszett ez a rövid kis sorozat. Hosszabbra terveztem, mint mondtam, sokkal jobbra terveztem, de hát a jogi dolgok közbeszóltak. Úgyhogy mindössze ennyit tudtam belőle összehozni. Írjátok meg, hogy azért mondjuk jövőre is érdekelne titeket egy ilyesmi, vagy ehhez hasonló videósorozat, vagy inkább hanyagoljuk a témát, illetve hogy nektek mondjuk ezek közül a lovak közül, vagy az egyéb Breyerfest megjelenések közül melyik tetszett a legjobban. Én köszönöm a figyelmet, sziasztok!